Sziasztok! Üdvözöllek beteket innen a műhelyemből. Ma két témát hoztam számatokra. Az egyik az RFID alapú azonosításról szól, a másik pedig az új lenyomat alapúról. Van pár egyszerű kütyű az asztalomon, mindegyik pár ezer forintból kijön, ezek segítségével új lenyomat leolvasót, illetve egy olyan eszközt fogok létrehozni, amivel RFID tagget lehet írni, illetve olvasni. Mutatom, mi van az asztalomon. Nézzük először az új lenyomat leolvasó szenzort. Ez így néz ki, és valamivel több mint 100 darab új lenyomatot képes tárolni. Az, hogy ezt használni tudjuk, valamiféle számítógépes körzetbe kell csatlakoztatni. Ezért itt lesz egy Arduino Uno, ezért egy nagyon egyszerű kis program fog futni, és akkor fel tudjuk programozni az új lenyomat leolvasót. Tehát meg tudjuk neki mondani, hogy ezt az új lenyomatot, ami éppen rajta van, azt tárolja el. És hogyha ezt látja megint, akkor pedig jelezzem valahogy az Uno-nak, és lesz egy kis kijelző, ennek segítségével látni fogunk bizonyos dolgokat. Ezek itt RFID tagek. Ilyesmit szerintem már mindenki látott, amikor cipőt vásárolt, vagy ruhát, bele szokták ragasztani, és akkor a pénztáros lehúzza, és akkor nem riaszt a kijáratnál a termék, hogyha kifizettük, de lehet álcázni ilyennek is az RFID taget, vagy pedig belépőkártyának, vagy beléptetőkártyának. És így néz ki egy RFID tag író-olvasó. Ez egy nagyon népszerű típus, 13,56 MHz-en működik, filléres cucc. Ez is egy Arduino Uno-t fogok használni, annak érdekében, hogy az RFID taget fel tudjam programozni, illetve tudjam belőle olvasni az adatokat. Itt pedig egy kis OLED kijelző lesz a segítségemre. És van itt még néhány érdekesség. Ez itt egy bankkártya, egy Mastercard. Azokat az adatokat leragasztottam, ami számotokra egészen biztosan nem fontos. Viszont látjátok rajta a Mastercard jelzést, ez egy aktív kártya. És bármennyire fura, egy ilyen RFID olvasó valamennyire elboldogul egy ilyen bankkártyával is. Viszont itt az NFC-t szokták megemlíteni, nem pedig az RFID-t. Ne felejtsétek el, az NFC az RFID-nak egy alága, és az is 13,56 MHz-en működik. Persze, itt már titkosítás van, szóval nem fogok semmilyen bankkártyát feltörni, de megmutatom, hogy azért hozzá lehet férni nagyon egyszerű adatokhoz a bankkártya kapcsán is. És ugye vannak olyan riasztók is, amit ugye autókba szoktak ugye elrejteni, vagy máshol. Az a lényeg, hogy ehhez is csatlakozik egy hurok, adnak hozzá egy ilyen RFID taget, és a sofőr, amikor megérkezik és szeretné elinteni az autóját, akkor itt elhúzza, ebbe valahol van egy relé, és ha megfelelő taget húzzuk el előtte, akkor attól kezdve mondjuk indíthatóvá válik az autó. Viszont megmondom őszintén, sok kritika ért, hogy így készítem el a projektjeimet. Tehát amit itt bemutatok itt a YouTube csatornámon, az nagyjából így néz ki, egy falapra ráragasztom, összekábelezem, aztán működik valahogy. És egy kritikusom azt mondta, hogy próbáljam ki ezt. Ez egy úgynevezett preboxi. A preboxi lehetővé teszi azt, hogy az alkatrészeket szépen felcsavarozzam egy ilyen lyukacsos felületre, és akkor valahogy elrejtsem a vezetékeket. És akkor szeretné erről videót megnézni, és ha közelben van a telefonja, akkor ezt a két QR kódot érdemes beszkennelni, és meg lehet nézni erről videót, hogy hogy kell használni. Én is most használom először, úgyhogy ki fog derülni, hogy mennyire használható ez a preboxi. Fémháza van, szép nagy darab, és adnak hozzá műanyag elemeket, csavarokat, és akkor ezek segítségével ezeket föl lehet csavarozni, és remélhetőleg kultúráltabb formában fog kinézni, mint ez itt. És ezt az új lenyomat leolvasót mindenféleképpen ezen tervezem megcsinálni. És egyébként lenne más módja is annak, hogy kicsit kultúráltabban nézzen ki az egész, mint ez, mégpedig a 3D nyomtatás. Ezeknek az eszközöknek egészen jó házakat terveztek már, tehát nem kell neked megtervezni, hanem kész modelleket le lehet tölteni, és ha van egy 3D nyomtató, akkor annak segítségével nagyon pofás kis házakat lehet kinyomtatni. Megmutatok egyet ilyet a képernyőmön. Hát ki is nyomtatom, nézzük meg, hogy hogy néz ki.
Egyébként egy 3D nyomtató, hát hogy mondjam, azért nem egy olcsó dolog. 100.000 forinttól indul a legtöbb nyomtató, az, amit mindjárt látsz itt a képernyőn, az nagyjából a 200.000 forintos kategória. De vágjunk bele, nézzük meg, hogy milyen modelleket, milyen házakat találunk egy ilyen Arduino Uno-hoz. Számtalan internetes oldal tárol olyan fajta 3D modelleket, amit 3D nyomtatóval utána ki lehet nyomtatni. Én most ezt használom, beírtam a keresőjébe, hogy Arduino, és ha megnézitek itt, nagyon jó pofa házakat le lehet tölteni. Itt van például egy, nézzünk meg egy másikat is, mondjuk ezt. Ez egyébként egészen pofás. Itt láthatjátok, szépen be lehet helyezni. Nyilván a szín attól függ, hogy milyen fajta PLA szálat használunk. Hát szerintem ez jó is lesz, ezt betöltöm itt az egyik programomba. Ez a modell ingyenesen elérhető volt, letettem ide, így néz ki, ez egészen jónak tűnik, és a 3D nyomtatás során gyakorlatilag arra van szükség, hogy itt beállítom, hogy szeletelje föl apró szeletekre, viszintes irányba ezt az egészet, azt mondom, hogy szeletelje fel, és elindult a szeletelés, és itt kiírja, hogy 34,8 g anyag fog erre elmenni, és valahol írja a nyomtatás időt is, hát ez picivel több, mint 1 óra 6 percet jelez előre, általában valamivel jobb szokott lenni egy olyan 10%-kal, de mondjuk ez nem túl jelentős, és akkor itt a printnél be kell állítanom, hogy G-kódot csináljon, és már is gyártja a G-kódomat. Előkészítettem a 3D nyomtatót, itt van hátul ezen a dobon a PLA szál, itt van belőle egy darab, így néz ki, és ez az asztal itt fűthető, és egyébként le is lehet venni, látjátok, ez egy ilyen lap, és ott korábbi nyomtatás eredményét látjátok, és annak ellenére, hogy fűthető az asztal, és kicsit érdes a felülete, én szeretek ragasztót használni. Tudom, írtátok, teljesen felesleges, de én mégis szeretek, szóval ezt egy picit be fogom ragasztózni, azért, hogy jobban tapadjon az első réteg, és utána indul is mindjárt a nyomtatás. Na, akkor induljon a drag and roll, átmásolja az adatokat, ennek a készüléknek van belső memóriája, és itt az asztal már mozdul is, illetve a fej is. Elkészült a nyomtatás, ez egyébként 57 perc volt a valóságban. Itt van a kinyomtatott Arduino Uno-nak a háza, ezt így elvileg le lehet szedni. A lapot szépen le lehet mosni meleg vízzel, és akkor újra használható lesz, mármint szép is lesz. Így néz ki a kinyomtatott ház, egészen szép felülete van. Nézzük a másik felét is. Hát itt még vannak ragasztó maradványok, de igazából ez is jól néz ki. Nézzük meg, passzol-e. Itt van egy Arduino Uno panel. És látjátok, ott vannak kis pöckök ott, ott, ott és ott. A panelen meg vannak lyukak. Szépen passzol. És ezt rá lehet tenni ide. Itt van egy lyuk, itt meg lehet nyomni ezen keresztül a resetet. Igazából volt egy olyan modell is, ahol ki lehetett volna nyomtatni ezt a gombot, mármint ezt a gombot is ki lehetett volna nyomtatni egészen pontosan. És itt van 4 lyuk. Hát nekem most csak 2 csavar van itt kéznél. Ezt ide betekerem. Meg ide az átlóba a másikat.
Így. És akkor ez készen is van, és nem is lötyög, megráztam, de hát a mikrofonomban nem hallanátok, de megerősítem, szóval nem lötyög benne. És ez így sokkal jobban néz ki, mint hogyha egy ilyen dolgot csak úgy leraknék az asztalra, aztán összekábeleznék. Persze a kábelezés csinálja itt a káoszt, azt ne felejtsétek el. Úgyhogy kezdjük összerakni a Preboxin az új lenyomat leolvasót, és ide vannak készítve a dolgok néhány vezetékkel együtt. Ezek ilyen jumper kábelek, ilyen nem tudom, ilyen mennyi szokott lenni, egy ilyen 80-100 darab egy csomagba, pilléres cucc ez is, úgyhogy ráteszem ezt az egészet erre a kis Preboxira, és utána itt a laptopom segítségével, ami már itt várakozik, teleprogramozom az Arduino Uno-t. Szerintem ez az egész csak addig könnyű feladat, még itt felül kell dolgozni, utána viszont szét kell szednem ezt a házat, mert be kell fűzni azt a sok kábelt, ami az összekötéshez kell. Na, ez a rész megvan, a kijelzőnek pedig itt vannak a csatlakozói, ezt egyszerűen ide rá lehet tűzni, vagy tegyük inkább ide, ilyen lejjebb talán, így, és akkor ezt kell még rögzíteni. Én arra gondoltam, hogy bevetem ide a kommandó szalagot, rákötöm ide valahogy, és utána pedig bekábelezem. Na, sikerült összeszerelnem, így néz ki. Ennek a belsejét hatalmas, elnyel szinte mindent, szóval a kábelek ott futnak alul, és akkor ilyen hosszúkás lyukakon jönnek ki. Mondjuk ezt lehet, hogy itt is felvezetettem volna, most már mindegy, szóval ilyen. Az a kérdés, hogy valamennyire működik-e. Én előzetesen feltöltöttem erre egy programot, és ezt csatlakoztatom ide az Arduino Uno táp bemenetéhez, akkor a kijelzőn meg kell jelennie valaminek. Na, a kijelző legalább jól be van kötve, de ahogy látom, ezt visszadugom, és akkor ti is látjátok, van itt zöld fény a szenzornál, úgyhogy legalább tápot biztosan kap. Úgyhogy ezt fogjuk most beüzemelni. Mutatom a részleteket. Ja, ha valaki szeretné ezt megépíteni, akkor most ide kirakom a képernyőre. Így néz ki az elektromos bekötése. Gyakorlatilag ugye kell az Arduino Uno, a kijelző és a szenzor. A szenzor az 3,3 voltos tápfeszültséggel működik. És a tápfeszültség bekötése után be kell kötni az adatvezetékeket. Ez 2 darabot jelent az új lenyomat leolvasónál, és összesen a tápfeszültségen kívül még 5 darab vezetéke van a kijelzőnek. Ezt az új lenyomat leolvasó szenzort én az AliExpress-en vásároltam. Nagyjából, ahogy látjátok, 5000 forintba kerül szállítási költséggel együtt. Itt van róla néhány kép. Egyébként egészen pofás. Reméljük jól működik, és bár nagyon sok vezeték van itt, de alapvetően 4 darab elég tápfeszültség, és akkor 2 az adatnak, a többit egyelőre kiadhatjuk már, mint lehetne használni, de szerintem most egyszerűbb bekötni majd 4 vezetékkel. Itt vannak képek, és ahhoz, hogy ezt beüzemeljük, ugye kell az Arduino Uno. Én ezt az Arduino Uno-t választottam, pontosan ilyet, mint amit a képen is van. Itt van róla mindenféle leírás, és szerintem ennyi pénzt mindenféleképpen megér. Tudom, vannak ennél korszerűbb eszközök is, de mondom, szerintem tanulni ezen nagyon jó. És ezen kívül nálam van még egy kijelző is. Egy 1,8 szolos, 128x160 pixeles, ST7735S a típusa. Ide írták, hogy 3,3 voltos, de sok helyen írják, hogy simán megy 5 volttal, én is 5 volttal szoktam használni. Na, ezek vannak ott az asztalomon, úgyhogy ideje ezt beüzemelni. És a beüzemelés úgy megy, hogy USB-n keresztül csatlakozok a laptopomhoz, ezen keresztül fogom feltölteni a programot, illetve itt kapja az Arduino Uno az 5 voltos tápfeszültséget. A program egyébként nem túlságosan hosszú. Nem nézzük meg a programnak a részleteit, akit érdekel, a linket beraktam ide a videóm alá, és megnézheti, látjátok, leszkrolloztam az aljára, és vissza még az elejére. Ennyi az egész. És első körbe
ennek a szenzornak meg kell mutatni az egyik ujjamnak az új lenyomatát, meg lehetne többet is, de én most csak egyet mutatok meg neki, és a program hozzárendeli majd az én nevemet, és van itt egy ilyen gomb, az a neve, hogy Serial Monitor. A Serial Monitor segítségével szépen el tudjuk kezdeni a beolvasást, mutatom a menetét. Úgy helyeztem el ezt az egészet, hogy lássátok a kijelzőt, ott az új lenyomat leolvasó, ott pedig a Serial Monitor. Megnyom itt a resetet, induljunk tiszta lappal, és ilyenkor itt a Serial Monitor mindjárt jelzi, hogy új lenyomat mentés, felkészültem-e, és kér egy számot. Itt a Serial Monitornak ezen a részén beírom, hogy 2-es, és megmutatom neki az egyik ujjamat, ide rakom mondjuk, legyen itt a középső, bocsánat érte, ide rakom a középsőt, és nyomok neki egy Entert, és itt kiírta, hogy sikeres, vegyem el az ujjamat, elvettem, ugyanazt ismét, visszarakom, siker, siker, minden stimmel. Szóval ennyi az egész, gyakorlatilag felprogramoztam ezt a szenzort, megmutattam neki az egyik ujjamról az új lenyomatot, és akkor nagyjából mennyi lehetett egy ilyen 15 másodperc alatt fel lehet programozni ezt az eszközt egy darab új lenyomatra. Most már csak az a kérdés, hogy mit kezdünk ezzel. Na, mit kezdjünk ezzel? Mondjuk kezdjük azt, hogy ha az új lenyomatomat észleli a szenzor, akkor rendelje hozzá a nevemet, minden más esetben pedig írja ki, hogy idegen, ugye ezt az ujjamat tanítottam be, és itt van egy kód, ebben meg is valósítottam, gyakorlatilag hozzárendeltem a nevemet a 2-es számú új lenyomathoz, más esetben pedig ki fogja írni, hogy idegen vagyok, és akkor ezt fel kell tölteni, ezzel a gombbal szépen fel tudom tölteni ezt a kódot, és látjátok, ez sem túlságosan bonyolult, ennyi az egész, ezt is elérhetővé teszem, de egyébként a GitHubon rengeteg példa van arra, hogy hogyan lehet ezt az új lenyomat szenzort használni. Itt látjátok, megy a feltöltés, remélem, hogy nem sokára sikeres lesz. Készen is van, mutatom, hogy miként működik. Na, remélem látható minden szenzor kijelző laptopomnak a kijelzője is. És megnyom itt a resetet. És ha minden jól megy, lesz valami itt a kijelzőn, és itt a laptopom monitorján is. És amit itt láttok, ide van írva, hogy egy darab új lenyomat van letárolva, és ugye ezt tanítottam fel az előbb a rendszernek, és mi történik, mondjuk a mutató ujjammal érek hozzá, azt mondja, hogy idegen, nem ezt tanítottam hozzá, nézzük meg még egyszer, idegen, mondjuk nézzük meg a másik kezemnek az egyik ujját, mondjuk ezt, ez is idegen. Na, ha minden jól megy, akkor erre az ujjamra kiírja, hogy Gábor és a 2-es azonosítót, és meg is történt. Nézzük meg még egyszer. Na, most idegennek vélt. Na, most jó. Ennek az a lényege, hogy hozzárendel, hát azt mondom, egy konfidencia szintet, és itt nézzétek meg, hát remélem sikerül megmutatni, ott van a bizonyosság, 55, illetve 67, ha jól látom. És az a lényeg, amikor megérintem itt a kijelzőnek az elejét, ugye nem mindig sikerül pont ugyanolyanra a kép, és emiatt, ha túlságosan alacsony a konfidencia szint, akkor idegennek vél, de megmondom őszintén, nézzétek meg, nagyon nehéz itt jól megérinteni, ezt tartja, hogy ez ne boruljon le, ott van ion cserélt víz, hátul meg egy fúrógép tartja ezt az egészet, és nekem innen kell benyúlnom. Mondom, nem a szenzornak a hibája volt, hogy egyszer idegennek vélt, mert mondom, ez itt eléggé barkás környezet. Szóval ez így működik, szerintem ez egy szenzációs dolog, gyakorolni mindenféleképpen nagyon jó, és ez a preboxi lehetővé teszi, hogy ne legyen annyira kaotikus a helyzet, és ez működik igazából ennélkül is, ugyanis erre most csak a tápfeszültség miatt van szükség, meg itt is van valamiféle visszajelzés, de azt itt is mutatja. Ráteszem a kis tápegységemet, azt, ami ott van, és akkor megmutatom, hogy nem kell számítógép ahhoz, hogy ezt az egészet beüzemeljük.
Na, hogy tényleg lássátok, hogy laptop nélkül is működik ez az egész, és csak tápfeszültséget kapott, úgyhogy itt csak tényleg tápfeszültséget kap, az USB nincs rákötve az Arduino Uno-ra, és megpróbálom úgy lerakni a kamerát, hogy lássátok majd a kijelzőt, megnyom a resetet. Jó, megvan a Gábor műhelye, és most mutató ujjammal érintem meg, ugye nem erre tanítottam fel a szenzort, nézzük, mi történik. Idegennek vél, és most jöjjön a középső ujjam, ugye erre tanítottam fel a szenzort, és kiírja, hogy Gábor. Szóval, ez a laptopos történet itt az elején arra volt jó, hogy egy azonosítót lehessen adni az új lenyomatomnak, és a ketteshez hozzárendelte ezt az ujjamat. 100, nem tudom, 30, azt hiszem 6 darabot lehetne hozzárendelni, tehát 136 képet tud, ha jól emlékszem, lementen egy ilyen szenzor, tehát egészen sok új lenyomatot, és akkor ő tulajdonképpen egy számot ad vissza az UNO-nak, az UNO-val pedig hozzá van rendelve az a szám, az mondjuk a nevem. Tehát a kettes számú volt, amit lementettem az új lenyomat, az UNO meg tudta, hogy a kettes szám a Gáborhoz tartozik. Ez ilyen. Vágjunk bele az RFID témába. Mondanom sem kell, itt is az AliExpressen vásároltam be, és így néz ki az a matrica alapú, amit mutattam neked az asztalomon, egészen kicsi 2,5 cm-es. Az árát nézzük, akkor 400 forint meg 400 forint a szállítási költség, viszont 400 forintért ugye 10 darabot kapunk, tehát 40 forint egy darab, és ha sokat veszünk, akkor nincs is szállítási költség. Tehát egy ilyen matrica nagyon olcsó, még így is, tehát 40 forint egyébként szerintem nem összegérte, nem tudom, hogy tudják ennyi pénzből kihozni, de ugye szerintem iparilag ottól sokat előállítanak, és nagy mennyiségbe veszik ezt az egészet, ott lehet, hogy 10 forintba kerül, vagy 5, szóval rettenetesen olcsó. Nézzük meg a másik fajtát. Ez lenne itt a másik, amit mondjuk rá lehet akasztani egy kulcsomóra, ebből egy darab 142 forint, megvan szállítási költség, de itt is igaz, hogyha sokat vesz valaki, akkor nincs szállítási költség, meg szerintem bőven 100 forint alatt van ez az egész, hogyha valaki sokat vesz be vele. És kell hozzá egy olyan eszköz, ami ezeket írni és olvasni tudja. Nézzétek meg, 400 forintba kerül. Hát nem nevetséges. 400 forintért gyakorlatilag lehet venni egy olyan eszközt, ami az RFID teget írni és olvasni tudja. Borzasztóan olcsó. És vannak ezek a kártya alapú történetek, lámpával át lehet világítani, és akkor lehet benne látni a részleteket idézőjelbe, 200 forint. Szóval mindegyik filléres cucc, és ehhez is kell Arduino Uno, ezt mutattam nektek, ez mondjuk az olvasóhoz képest, mint az RFID tag olvasó íróhoz képest egészen drága, de mondjuk szerintem ez sem nagy költség, és kell még hozzá egy kijelző, itt keresem a képernyőmön, meg is van. Én ilyet fogok használni. Ez egy egészen kis kijelző, INC buszos, 4 vezetékkel be lehet kötni, és akkor lehet valamit látni. A felbontása, hát hogy mondjam, 108x64, de mondom, ez az egész nagyon apró, 1,3 incses, tehát tényleg kicsi a kijelző. Na, ezeket kell összeházasítani, és akkor szépen ki tudunk olvasni RFID adatokat, illetve föl lehet programozni egy RFID teget. A programozás az azt jelenti egészen konkrétan, hogy adatokat lehet beleírni. Minden tegnek van egy egyedi azonosítója. Ezt alapesetben nem lehet megváltoztatni, de erre is kitalálták már a megoldást. $24 környékén már lehet vásárolni olyan teget, amiben az azonosítót is meg lehet hamisítani. Tehát azt jelenti, hogy van valakinek egy beléptető kártyája, vagy belépőkártyája, vagy bármilyen egyéb ilyen eszköze, azt egy az egyben le lehet másolni, és a $24-os az képes arra, hogy hogy mondjam, egy klónként viselkedjen. De nem ez a lényeg, ezt nem is mutatom meg, az olcsó részét nézzük meg, tehát a pár száz forintos, vagy 10, vagy 20, vagy 30 forintosnak a felprogramozását. És a programozásnak ugye ez a lelke, úgyhogy egy csetintés, és akkor az egész összerakódik, így csúnyán fogalmazva. Noha nem is varázsütésre, de tényleg nagyon gyorsan össze lehet ezt az egészet rakni, és látjátok, ez a szép a digitális technikába. Vesztékek összekötnek eszközöket, és semmi sallang, tehát nincsenek közben soros ellenállások, diódák, kondenzátorok, stb.
Minden rajta van a modulon, a modulnak van egy interfésze, tápfeszültség kell neki, és attól kezdve azzal az interfésszel szépen digitálisan lehet kommunikálni. Szóval én ezt szeretem ebben nagyon, hogy nagyon könnyen mindenfélét létre lehet hozni. Na nézzük, mi a helyzet. Hát az van, hogy minden RFID tagnek van egy egyedi azonosítója, és van belső memóriája is. Ebben egyébként 1 kilobájtnyi belső memória van, tehát nem olyan nagyon kevés. Ennek valamivel kevesebb van, de ez is egy ugyanolyan tag egyedi azonosítóval. És ha veszel egy csomót zacskóba, akkor mindegyiknek egyedi azonosítója van. Ugye ennek a kártya alapúnak is egyedi azonosítója van, és van valamennyi belső memória bennük. Szóval az egésznek úgy kéne, hogy működjön, hogy először is a rendszert, ami itt fut, fel kell tanítani, hogy milyen fajta tagek vannak, és arra mit kell csinálni. Tehát ha mondjuk van egy beléptető rendszer, akkor meg kell mutatni, hogy íme itt van egy tag, ez a száma, ezt kiolvassa, és mondjuk hozzárendeli, hogy én beléphetek-e az ajtón, vagy nem, és ki tudja írni ide a kijelzőre. És ha érkezik valami idegen, tegyük fel, ő is hoz egy taget, odarakja, ezt is ki fogja tudni olvasni a rendszer, csak éppenséggel az azonosítója nem fog stimmelni, és nem engedi be. Na, ezt fogjuk megnézni, szóval három rész lesz. Egyrészt kiolvassuk a tagnek a tartalmát és az azonosítóját. A következő része pedig megnézzük azt, hogy tudunk-e írni valamit a tagbe, tehát valamilyen információt. A harmadik része pedig megnézzük azt, hogyha megtanulta a rendszer a tagnek az azonosítóját, akkor beenged-e. Nézzünk rá akkor az olvasás témára. Ide ragasztottam az olvasót, itt van az OLED kijelző, itt pedig az Arduino Sketch, és hogyha megnézitek, lejjebb scrollozok, ennyi az olvasókód, tehát picivel több, mint egy lapra itt felfér a kijelzőmön, és használom a soros monitort is. És gyakorlatilag ki tudom olvasni a tegeknek a tartalmát. Ide rakok egyet. Ennyi volt, szépen kiolvasta a tartalmát. És ez az azonosító, ami itt van, ez egyedi. Olvassunk egy másikat is, ide rakom. Szépen ezt is kiolvasta. Ennek is itt egyedi azonosítója van. Legyen ez a matrica alapú is. Ide rakom. És látjátok, ezt is kiolvasta. És még ezeknél, ami itt van, jó sok adat jött innen ki. A matrica alapúnál látjátok csak néhány sor, vagy nem tudom mennyi, 15 sor, itt megnéztem, itt lemarad a képernyő alján, de most ez mindegy. Tehát ezeknek kisebb a memóriája, tehát kevesebb memóriája van, mint mondjuk ezeknek, de ez nem általános történet, hanem ennél a konkrét esetnél. És ha van egy ilyen, mondjuk általában belépő kártyáknak használt tag, ide rakom, ezt is szépen kiolvassa, és egészen sok mindent ugye le lehet tárolni, 1 kilobájt az azért egészen sok. Tehát itt van az azonosító, és akkor itt van, hogy mit írtuk bele, vagy pontosabban mi van most benne. És itt van egy Mastercard. Na, szerintetek mit csinál vele? Hát valamit kiolvasott, itt mutatom a képernyőnek az alján, szóval valamennyire elboldogul vele, de ezt nem erre találták ki. Megpróbálom úgy megmutatni, hogy kisebb legyen, tehát hogyha ide rakom, akkor valamennyire olvassa, de ez igazából teljesen más történet. Itt ezeket titkosítják, tehát ez nem annyira triviális dolog egy NFC-s eszközhöz hozzáférni, abból a szempontból, hogy a bankkártyának az adatait csak úgy nem lehetne könnyen kiolvasni, de azért pár dolgot így is megtudtunk ebből. Most már ugye ismerem az azonosítót, akár készítetek egy olyan kódot is, itt, ami belépésre jogosít, vagy nem jogosít, de még ezt mielőtt megtenném, megmutatom, hogy lehet írni azt a területet, amit mondtam, hogy 1 kilobájtos, stb. És ehhez egy másik kódot használok, ez sem túlságosan hosszú, itt leszkrollozok, hát olyan 3 oldal, vagy 3 képernyő hosszúság lehet az egész, szóval ezt képes írni a tagben lévő memóriát, és ezt fogom most beírni, azt, hogy YouTube,
És akkor legyen először ez a tag. Egyszerűen annyit kell tennem, hogy megint megnyitom a Serial Monitort, és itt a kijelzőn is megjelenik az OLED kijelzőn némi információ, és akkor elkezdi keresni a teget, odarakom, és itt látjátok, szépen beírta, hogy YouTube. Nézzünk egy másikat is, megnyom az Arduino resetet, és akkor megint kiírja, hogy keresés, és most legyen ez a beléptető kártyának használt tag, odarakom, és ebbe is szépen beírta a YouTube. Innentől kezdve a memória tartalom megváltozott, az azonosítója nem változott meg a kártyának, de a tartalma igen, bele van írva a YouTube. Na nézzük, mi a helyzet, amikor belépésről van szó, tehát ezt oda rakom, és el kell dönteni a rendszernek, hogy engem beengede vagy sem. És ehhez egy másik kódot fogok használni, mindegyiket elérhetővé teszem számotokra itt a videó alatti leírásba. Itt is nézzük meg, hogy milyen hosszú a kód, tehát nem túlságosan hosszú. És itt ezen a részen láthattok egy azonosítót, ez az RFID tagnek, az egyiknek, egy ilyennek az azonosítója, amit korábban kiolvastam, és ez az egy van engedélyezve. Most már egész közelről látjátok, hogy milyen barkács módon van feltéve a táblám hátuljára ez az egész. Így tudtam csak megoldani azt, hogy valamennyire kameraképes legyen a dolog abból a szempontból, hogy lássatok is valamit, és akkor itt kiírja a rendszer, hogy ki vagy. És mutattam nektek, hogy egy azonosító fel van tanítva, de nem ez, ez ugye a matrica alapú, odarakom, és világosan kiírja ennek az azonosítóját, még egyszer odarakom. Ott volt az azonosítószám, és nem engedett be, kiírta, hogy tilos. Nézzünk egy másikat. Ez is tilos, ott van az azonosítója. Nézzük a belépőkártyát. Ez is tilos, ott volt az azonosító. Nézzünk egy másikat. Ez viszont ott van, hogy rendben. Még egyszer. Rendben. Tehát ezzel beenged, és egyesek azt mondják, hogy ezt becsomagolom alufóliába, akkor nem olvasható le a benne lévő információ. Nézzük meg. És remélem, hogy senki nem fogja használni ezt az ötletet. Szóval, hogyha van egy ilyen, és ezt alufóliába becsomagolom, ja, nézzük meg előtte, szóval olvassa a rendszer, kiírja, hogy tilos, de mindegy, az a lényeg, hogy azonosítja. Ráteszem az alufóliára, összehajtogatom. És most ide rakom, és a sztori igaz, az alufóliába csomagolt RFID tag ebben a formában nem olvasható. És az egész itt önállóan és működőképes, tehát már nincsen hozzá csatlakoztatva a laptopomhoz az egész, innen kapja a tápfeszültséget, ott van a kijelző, és kérdezi, hogy ki vagyok, ide rakom a teget, és szépen azt írja, hogy rendben bemehetek, ha ide rakok egy másik teget, akkor erre tilosat ír, és a matrica alapúra is nyilván azt írja, hogy tilos. És van még egy érdekesség, ugye ezt felismerte, hiszen az előbb láttátok, hogy írja, hogy tilos, ez pedig itt egy rendben lévő, és ha ezt ráragasztom ide, mi történik szerintetek? Ugye a két tag együtt van, rendben. Leveszem, és ha ezt a kettőt teszem ide, akkor tilos lesz az eredménye, most már viszont rendben. Tehát az nem egészen igaz, hogyha sok tag együtt van, akkor nem leolvasható. Kicsit, hogy mondjam, bizonytalan lehet az eredmény a dolognak, de alapvetően ezt az egész rendszert arra találták ki, hogy ha nagyon sok tag együtt van, akkor ez képes lenne mindegyiket leolvasni. Persze akkor, hogyha ható távolságon belül van. És megmondom őszintén, ledöbbentő, hogy ezek mennyire olcsók, hogy ennyi pénzért, ilyen 10 forintokért valaki képes ilyet gyártani, memóriával, kis mikroprocesszorral, plusz áramkörrel, fémezés van benne, matrica, el is kell adni, meg haszon is legyen rajta, hogy mondjam, ledöbbentő, én inkább így fogalmazok. Vannak úgynevezett aktív RFID tagek.
amiben kicsi akkumulátor van, vagy egy pici elem. Olyankor a hatótávolság sokkal több, mint amit itt láttál a videómban. Ezeknél a passzív RFID tegeknél tulajdonképpen van két darab tekercs. Az egyik energiát sugároz ki a másik számára. A másik ebből felépíti a tápfeszültségét, és van egy kis processzor, ami ebből a tápfeszültségből tud táplálkozni, és tud válaszolni az adónak. Szóval nagyon kicsi energiákról van szó, megmondom őszintén, ez egy zseniális dolog abból a szempontból, hogy milyen pici energiával képes működni a másik oldalon egy processzor, hogy tud kezelni memóriát, és még válaszolni is tud. Itt az elektromágneses térnek kettős szerepe van. Egyrészt segíti az energiaátvitelt, tehát hogy a másik oldal valamilyen utóbbon tápfeszültséget tudjon készíteni magának, és ebből tudjon dolgozni, másrészt a kommunikációs ezen keresztül történik. Úgyhogy ezzel a videóval készültem számotokra, remélem érdekesnek találtátok, gyertek máskor is, Gábor műhelye mindig visszavár, sziasztok! We'll be right back.